500 program és 100 ezer résztvevő, megközelítőleg számokban ilyen volt a Váci Mihály Kulturális Központ 2023-as esztendeje. Az intézmény és tagintézményei pedig az idei évben sem tétlenkedtek, számos eseménnyel várták a látogatókat minden korosztályra gondolva, nagyszabású programjaikon teltházzal várták a fellépőket. A nyár kezdetével pedig a gyermekek kerültek a középpontba, több helyszínen más-más tematikájú táborokkal várták őket. Az idén is számos színes programokkal kedveskedett a Váci Mihály Kulturális Központ és tagintézményei a szabadidőt hasznosan eltöltő gyermekek és szüleik számára tagintézményeinkben, Borbányán, Kertvárosban és Nyírszőlősben is tábort szerveztünk, kézműves, sport és egyéb tevékenységek valamint itt a házban az idén először Váci Jáci néven egy gyermekfelügyeletet tartottunk. Nagy sikerrel zajlott minden nap meglepetés vendégekkel, megismerhették a gyerekek a színháztermet, a házműködését, színház ház és kreatívan töltötték el hasznosan a, a nyári szünidőt. A nyárnak pedig még közel sincs végei többek között még jelenleg is zajlik nyári napközés tábor a kertvárosi közösségi házban. Szöszmötörő elnevezéssel pedig kézműves gyermekfoglalkozásokra várják az érdeklődőket a Józsa városi Művelődési Házban. A Váci Jáci Kreatív Gyermekfelügyelet pedig olyan sikeresnek bizonyult, hogy augusztusban újra lesz lehetőség részt venni a programokon, de egy egyedülálló kiállítás is várja a Váci Mihály Kulturális Központban látogatókat, Egészen augusztus 26-ig. A nyár folyamán itt a Székhelyünkön a Szabadság tér 9 szám alatt megtekinthető a Magyarország 365 kiállítás. Ez a helyiek számára is az ide látogató turisták is szívesen gyönyörködnek a, a természetben készült fotókkal. Valamint mi már izgalommal készülünk az őszi időszakra a Lehozzuk a csillagokat programsorozat. Tovább folytatódik az idén is. Ebből kettő programunk lesz hamarosan publikus. Mind a kettő egy nagy sikerű videó. Játék, olyan különleges művészekkel, akik szerintem ide vonzák majd ezekbe a széksorokba a nézőket. Gregor Bernadett, Köllő Babett, aztán Baronics Gábor, mind olyan húzó nevek szerintem, ami az őszi szezonunkat mélt méltóképpen megnyitja majd. A lehozduk önnek a csillagokat előadás sorozat tehát szeptembertől folytatódik. 27-én a Böing-Böing Boeing leszállás Párizsban című végjáték érkezik a Központ Színház termébe. Ezt megelőzően pedig a már hagyománynak számító több ezer látogatót vonzó 38. Nemzetközi Ásványbörzének ad otthont az intézmény szeptember 7-én és 8-án.